Aki nyer bronzérmes, így lép pályára az Újpest és a Debrecen egymás ellen az utolsó fordulóban. Óriási a tétje a mérkőzésnek, amelyre az újpestiek annak ellenére gőzerővel készültek, hogy már biztos európai kupa indulók, hiszen megnyerték a Magyar Kupát a Puskás Akadémia ellen. De az újpesti csapat bizonyítani szeretné hazai közönség előtt azt, hogy nem véletlenül áll itt a bajnokságban. Ami a kezdő összeállítását illeti, az újpestieknek 4 hátvéd, 5 középpályás Zsóti Romjan visszavon csatárként játszik majd, elől pedig az a Novotny, aki 16 gólos jelen pillanatban, és esélye van arra, hogy megnyerje a gólkirályi címet az OTP Bank Ligában. Jelenleg ketten vannak előtte, 2 17 gólos játékos, Varga, valamint Lanza Fáme. Itt pedig a Debrecen összeállítása, rengeteg a sérült köztük, az a Tabakovics, aki a legutóbbi fordulókban az ügyeletes gólfelelőse a debrecenieknek, most Berecki helyettesíti őt, mellette Takács, a másikék, és hát nagyon bíznak benne a debreceniek, hogy sikerül az idegenbeli bravúr, ugyanis a 3 pont számukra szintén a bronzérmet jelentheti. Burekovics adja be, és a fejes másodjára nagy. Litauszki fejelt. Tőzsért gyorsan elvégezte a szabadrugást Gundel Takács, és ott érkezik Varga Kevin. Mehet tovább. Reméljük, hogy nincs komolyabb probléma. Na nézzük még egyszer. Itt a beadás Bereckitől, ott kicsúszik a kezéből, és Varga Kevin érkezett. És az ütközéskor Litauszki, Balázs, aki remekül helyettesíti a sérült Molt. Annak ellenére, hogy nem igazán a jobb hátvéd posztja számára a legjobb, legerősebb, nem ott tudja a legjobb teljesítmény nyújtani Szűcs közben. Azt el lehet lőni egyből, Szűcs, és lemarad róla Novotny. Szatmári fejelte rossz helyre a labdát, de inkább mondjuk azt, hogy Ferenci, aki a nagyobbat hibázta. Szatmári. Bojovic. Varga Kevin, azt el lehet lőni, mellé megy. Megpróbálta Varga kapásból. Ilyenkor nem is kell sokat vacakolni, hogyha pattan kifelé a labda. Születtek így már nagy gólok. Bojovic fejelte oda. Takács. Berecki gyűjti be. Nagyon sok munkát végez ám Takács mellett Berecki. Nem is értem, miért játszott ilyen keveset eddig. Most kerül helyzetbe, most az már Zitzer, és mellé megy. Szépen készítette le neki Takács, és Litauszkiról ment ki, ha jól láttam. Igen. Burekovics. Senkinek nem jó. Zsótér azért elindul. És Zsótér milyen jól tette, hogy elindul. Bínyeitől veszi el Zsótér! Azt a mindenit! Itt szerez labdát Zsótér. Érezte, hogy hibázni fog Bínyei. Centik hiányoztak. Na jó, több mint centik. De tökéletes helyzetfelismerés volt Zsótér Donáttól. Nem akarom védeni Bényeit, de tényleg eléggé felázott még mindig a pálya. Burekovics jól jön befelé, és ott a gól! Novotny! 17 gólos Novotny Soma a bajnokságban. 4 forduló gól nélkül, de most tökéletesen érkezett. Burekovics beadása is remekül kanyarodik, és aztán Novotny. Zsótér, jó meglátás. Obinna, Burekovics nyargal, Obinna, jó a csel, azt el lehet lőni, és ott a második! 2-0, lépked a bronzérem, lépked a dobogó felé az Újpest.
lila-fehér öröm a Szusza Ferenc stadionban. Obinna nagy gólja. Obinna gyönyörűen húz befelé, és kilövi a jobb alsó sarkot. A labda még a vizes fül meg is csúszik. Nagy Sándor a kapus, nem tehet erről. Varga Kevin. És aztán a beadás. Sós. Sós még helyzetben. És ott táncol a labda a gólvonal előtt, és végül kirúgják. Közel a gólhoz a Debrecen. Itt Sós egy balett mozdulat után még megmenti. Nagyon jól játszik ma az Újpest, és a meccs is nagyon jó. Takács közben, és megadják. Nem volt les. Azt nem mondom, hogy a semmiből, hiszen támadóbb szellemben játszik most már a Debrecen, Sós és Tisza becserélése után. És megszerzi ezzel a szépítést, a szépítő gólt a Debrecen. Ferenci beadása után. 2-1.